Sziasztok, Zsófi vagyok. Azt jutott eszembe, hogyha YouTube-on keresgélek videókat, akkor általában olyan szoktam keresni, amiben vagy nagyon gyenge vagyok, vagy nagyon jó vagyok benne. Szóval vagy nagyon kezdő, vagy nagyon profi videókat szoktam keresni témákban a YouTube-on. Viszont nálam a csatornán elég kevés olyan videó van, ami kezdőknek szól, pedig lehetséges, hogy valaki, vagy nagyon sokan abban a helyzetben vannak, mint én, hogy nagyon az alapoktól szeretnék elkezdeni a Pilatest, és most nektek, vagy nekik szeretnék kedvezni ezzel a videóval. Az első kérésem az az, hogy ide itt lent az infoboxban, oda leteszek egy blog bejegyzést, amit írtam az erőközpontról, ezt kérlek, hogy olvassátok el, hogyha még sosem pilateszeztetek, vagy még nem olvastátok, vagy nem tornáztatok velem semmilyen tornára. Jó, ez az alap, hogy hogyan fogod magadat tartani, és mi az az erőközpont, és hogy indíts onnan mozdulatokat. És hogyha ezt elolvastad, akkor láss neki ennek a tornának. Ez a mai tornánk, ez a hátizomnak az erősítéséről fog szólni, de kimondottan kezdőknek, tehát nem fogod tudni rosszul kivitelezni. Nem fogom előre betanítani a gyakorlatokat, ugye ezt szoktam más gyakorlatsoroknál, hogy a feladatokat az elején megnézzük, de most mindent olyan aprólékosan fogok közben mondani, hogy tényleg minden kezdő fogja tudni követni, illetve úgy fogjuk csinálni, hogy nincs benne olyan gyakorlat, ami például, ha rosszul csinálod otthon, akkor sérüléshez vezet. Természetesen egyébként minden gyakorlatnál megvan ez a veszély, ha nem figyelsz, vagy csúszik a kezed, lábad, akkor ezekre természetesen figyelj, meg figyelj magadra, és akkor menni fog. Gyorsan még elmondom, itt az elején, hogy mielőtt megnézed, kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, hogyha már ismered a gyakorlataimat, illetve a videóimat és tetszenek, mert sokkal többen nézitek sokszor, mint ahányan fel vagytok iratkozva, és nekem ez számít. Számít azért, mert a YouTube több dolgot enged meg nekem, minél többen vagytok, illetve természetesen számomra is ez egy visszajelzés a lájkokkal együtt, úgyhogy tessék megnyomni. Én nagyon szívesen és örömmel készítem nektek a videókat, de kérlek, hogy ti se fukarkodjatok ennek a két gombnak a megnyomásával, vagy egy kommenttel, vagy egy megosztással. Nagyon köszönöm, mert tényleg ebből értek, illetve ez egy visszajelzés nekem. Most pedig lássunk hozzá a kezdő videónkhoz, a kezdő hátizom erősítéshez. Ehhez térdelő támaszba jövünk. Úgy néz ki a térdelő támasz, ahogy a vlogon elolvastad, úgy tartod magad, és a fejedet, lapockádat, medencedet beállítod. Nem homorítunk, nem domborítunk, a hátunkon szinte megállna a vizes pohár. És innen megnézed, hogy a vállad alatt legyen a csuklód, a térded a csípőd alatt. Na, ha megvan ez a póz, akkor innen emeljük meg a jobb karunkat, és húzzuk fel hajlítva oldalt. Húz, és le. Húz, le. Próbáld a lapockáidat mozgatni. Föl, le. Ha úgy érzed, hogy már nagyon megy, akkor pedig fogjál egy súlyt a kezedbe, bármi. Lehet az egy könyv is. Nem fogunk, mivel nem egyszerre a két karoddal dolgozol, ezért bármekkora súly lehet, ugyanakkor átfogsz a másik karodban is, majd még három darab. Le, föl, le, föl, és letesszük. Ugyanúgy a vállunk alá. Jöhet a másik. Húzod föl, és vissza. Föl, vissza. Emeled, tartod végig a hasad, nem lóg a derekad. Nem homorítasz, nem domborítasz. Húzod a könyöködet a plafon felé, és végig hajlítva van a könyök. Még 5, 4, 3, 2, tartsd magad, jó, és letesszük.
ugyanúgy vissza a másikkal előre nyújt, és hozott ide hátra, és ott befele nyújtott karral mozdulunk vállak föl, a plafon felé, nem pedig a fülethez, és így keresztbe húzott, keresztbe, vissza, kereszt, vissza. Az egész karod egybe mozog, nem pedig a könyöködet hajlítottod, nagyon fontos. Mozduljon a lapockád a másik felé. Ugyanúgy foghatod a súlyt, hogyha az előbb fogtál, végig tartsd magad, az a legfontosabb. Jó, és letesszük. Másik, és húz keresztbe, vissza. Kereszt, vissza. Azért vagyunk térdelő támaszban, mert a hasonfekvős hátizom gyakorlatok sokkal könnyebben vezethetnek egy derékfájáshoz, mint hogyha itt térdelő támaszban vagyunk. Kettő, és egy. Jó. Egy cica hátat formálunk, és vissza. Megtartod, és innen még mindig térdelő támaszban vagyunk, csak előre lépünk egy tenyérnyit. Jó? Ezután a vállat követi a helyét, de hát a csukló fölött magad, lábújon tartod magad, és semmi más feladat nincs, mint megemelni a két térdet, és vissza. Föl, és figyelj, hogy óvatosan tedd vissza. Föl, nem pedig le együk, föl, és le. Én például nemrég futás közben akkorát estem, hogy csupa seb a térdem, és nem is bírnék most nagyon rajta térdelni, föl vagy ráejteni. Még öt darab. Mindig ráfeszítest a hasadra, farizmodra, combodra, és le. Utolsó föl, és tedd le. Jó, innen lemegyünk, egymás felé fordítjuk a tenyerünket, és lemegyünk alkartámaszba. És innen ugyanez a feladat. Tehát egymáson van a két tenyér, és emeled föl, és le. Előrébb, föl, és le. Nem kell nagyra, nem kell nagyot, nem kell magasra emelni, és le. Föl, és vissza. Föl, jó, és cseréld meg a két tenyeredet. Föl, és le. Most a másik van, felül, le. Föl, le. Aki ismert, tudja, hogy mániákusan törekszem a szimmetriára. Föl, még egyet. Föl, és le. Jó, visszajövünk térdelő támaszba, és annyi a feladat, hogy hátra nyújtjuk az egyik lábat, leérint és vissza. Hátra csúsztat, emel, leérint, vissza. Figyelj az erőközpontodra, és messzire nyújtózz a lábaddal. És arra figyelj, hogy hogy kapcsol be a hátizmod, miközben emeled a lábadat. Természetesen a farizom is, de nem billegetjük, nem esik be most a derekad, ahogy emelsz. És még egy pár. Utolsót. Jó. Megint lábujjakra tesszük magad, ez az utolsó feladat. Emeled a térded és a feneked is föl, plafon felé, és vissza le. Föl, és le. Emel föl, és vissza. Emel föl, és vissza. Befele néznek a tenyerek, és úgy is föl, és le. Föl, és vissza. Emel, és vissza. Három, kettő,
az utolsót föl, és letesszük. Jó, egy kicsit hátra tesszük a fenekünket, és úgy nyújts egyet ebben a pózban. Jó. Na hát tudod, hogyha úgy érzed, hogy ez kevés volt neked mára, akkor természetesen még egy-két kört végezzel belőle, hiszen szeretném, hogy hatékony legyen, vagy illesz bele bármelyik edzésedbe. Most, hogy már végig tornáztad, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek tényleg nyomj egy lájkot rá, illetve iratkozz fel a csatornádra, és ajánlj másoknak is, ugyanis, hogyha február 28-áig 2000-en leszünk a csatornán, az még körülbelül 200 feliratkozó, úgyhogy bele kell húzni, akkor nem csak ilyen rövid videót fogok felrakni a március elején, hanem egy teljes, egészen hosszú, 45-50 perces videóval fogok készülni nektek, és akkor nem kell előtte bemelegítést kapcsolni, meg nyújtást kapcsolni, hanem végig egybe le lehet nyomni a 3/4 órás tornát. Úgyhogy legyetek aktívak, hogy meglegyen a 2000 feliratkozó, és halkan megjegyzem, hogy már készülök a következő táborunkra, ami valószínűleg május első hétvégéjén lesz Visegrádon, hiszen az már egyszer nagyon tetszett nekünk, és nagyon szuper volt. Úgyhogy írd be a naptáradba, és gyere te is, csatlakozz a Facebook oldalamhoz, a Pölő Zsófi Pilates and More oldalhoz, illetve az Instagramon is Pölő Zsófi néven megtalálsz. A bloghoz pedig szintén itt van a link az infoboxban, amit az erőközpontról is írtam, illetve maga a blog is. Gyertek legközelebb is, legközelebb nem is szombaton találkozunk, hanem már előbb, ugyanis lesz egy különleges alkalom, amiért fel fogok rakni még egy videót a héten, úgyhogy kövessetek. Szép hétvégét, jó tornázást, sziasztok!